gondolkodtál már azon, hogy egy valóban kidolgozott AAA minőségű játékot szerzel be? Valami, amiben bármikor elmerülhetsz és játszhatsz. Most már megteheted a Raid Shadow Legends segítségével. 500 bajnokot gyűjthetsz össze, mindegyiknek megvan a maga képességfajtája, és milliónyi műtárgyat találhatsz meg és szerelheted fel, és soha nem lesz kép az orsú. Egy remek hős bulvárka, vérszomjas barbár, a tiéd teljesen ingyen, és itt a Dumtover is. Ez egy óriási torony 120 emelettel, és egy csomó titkos kihívószobával és 12 fő ellenséggel. Minden héten lehetőséged van jutalmakat bezsebelni, és a harcok csak rád várnak. Rengeteg lehetőség, rengeteg izgalom vár rád, és a jutalom sem maradhat el. Szerezz erőnyt a Raidben, kattints a leírásban levő linkre is az említett ingyenes Void bajnokodat, néhány energia után töltőt és még egy ősi szilánkot is bezsebelhetsz magadnak. Kattints a leírásra. Úgy néz ki, mert megint sikerült találnom egy remek árértékarányú gépet, ráadásul egy Asus Strix 1660 Ti-as videókártyával, úgyhogy aki szeretne jó áron gépet csekkolni, akkor most itt a lehetőség, nézzétek meg a tesztet! Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb tesztvideóban, és ismételten egy gamergéppel jöttem nektek, ugyanis nagyon-nagyon szeretitek ezeket a gamergépes teszteket, és látva az, hogy nagyon-nagyon sokat kérdeztek ezzel kapcsolatban, tényleg azt látom, hogy valóban van értelme ezeknek a tesztes videóknak, hiszen sok az interakció, sok a kérdés, és nagyon sok olyan kérdést tesztek fel, amik tényleg jó kérdések egyébként, és látszik az, hogy megnézitek ezeket a videókat, valamint érdekelnek azok a tényállásokkal lehet így fogalmazni, hogy milyen konfig gyakorlatilag milyen teljesítményre képes. Úgyhogy ez a sorozat ezt hivatott gyakorlatilag előhozni, azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindig igyekszem olyan termékeket, illetve olyan gépeket kiválasztani, amik árérték arányban nagyon-nagyon jók, tehát megfelelő áron, nem túl drágán. Nyilván ezt a nem túl drágán tesz idézőjelbe teszem, hiszen hát a gamer dolgokért azért fizetni kell, bele kell nyúlni a pénztárcába, viszont gamer kategórián belül ezek a konfigok, ezek abszolút nem drágák, úgyhogy igyekszem olyan konfigokat hozni, amik árérték arányban megfelelőek, és megfelelő árért, még megfizethető árért, megfelelő játékélményt tudsz gyakorlatilag készhez kapni, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, és akkor nézzük meg, hogy mit is tartalmaz ez a Foramax gamer gép, úgyhogy nézzük meg belülről. Nos, lássuk, milyen gamer konfigot sikerült választani a Foramax sok-sok kész konfigjai közül. Ja, csak érdekességképpen amúgy a Foramaxnál rengeteg már kész konfig található, én mindig csak egyet választok ki belőlük, viszont az oldalukon rengeteg lehetőség közül választhatsz, akár erősebb, vagy akár gyengébb variációk közül, úgyhogy érdemes csekkolni mindenképpen. Na, lássuk, mi van a fém alatt. Az alaplapunk egy Asus B450M kötőjel K, ami azért nem egy rossz cucc, bőven ki tudja szolgálni a procit, ami jelen esetben egy AMD Ryzen 5 3600 4,2 GHz. Én eléggé Intel párti vagyok, az igazság, viszont hétről hétre látom azt, hogy az AMD Ryzenek közel sem rosszabbak, sőt, ha az árérték arányát nézzük, akkor bizony akár veri is az Inteleket. A memória 16 GB, nagyon fontos 3000 MHz-es DDR4-es, ez nagyon csípi a Ryzen, tökéletes az összhang, ez a 16 GB már akár streamelésre is megfelelő mennyiség, nem kell bővidgetéssel foglalkoznod. HDD-nk egy Kingston A400 480 GB-os SSD, ami a szokásos gyors indításért és a megfelelő gyorsaságú programfuttatáshoz manapság már elengedhetetlen, viszont ha szeretnéd további háttértárral bővíteni a géped, a webben ezt is meg tudott tenni. A videokártyánk egy brutál Asus GTX 1660 Ti 6 GB-os DDR6-os Strix-es, melynek a hűtése jobb a társainál, ugye, overclockos, így erősebb is kb. 10%-kal, valamint a jól bevált RGB-se hiányozhat, tehát gyönyörűen világít és mutat a házadba. Ha már ház, akkor a megszokott Cooler Master, abból is az E500LS USB 3-as előlapon, tökéletes választás, kinézete elegáns és komoly egyszerre, hozzá pedig a szokásos Cooler Master 500 wattos 12 centis hűtőnk, illetve tápunk, ami megfelelően működteti az itt elhangzottakat, és ami fontos, biztonságban vannak a cuccaid, nem egy gagyitápról beszélünk.
A gépre egyébként a Foramax 3 év garanciát vállal, szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, előre összerakja neked és ingyenesen ki is szállítja. Hát, na, nem hangzik ez rosszul. Manapság az egyik legmeghatározóbb játék a Fortnite, úgyhogy fel is telepítettem ismét, és tekintve, hogy egy 1660 Ti van a gépbe, a fontos értékeket fel is tettem a legmagasabbra, Epicre. Kíváncsian vártam, mi fog történni, mik lesznek a számok élesben. Olyannyira belelovaltam magam, hogy egyből Rumble játékmódot választottam, hiszen ott egyszerre jóval több ember mozog kis helyen, még jobban zabálja az FPS-t, úgyhogy a legdurvább körülmények között tapasztalhatjuk meg az FPS számainkat. Meglepően jól sikerült, hiszen ami először feltűnt, hogy gyakorlatilag teljesen lagmentesen töltött a játék már a szigeten, a játék előtt, illetve ránéztem a számlálóra, és masszív 200 felett volt végig. Nyilván a cél a stabil 144 FPS elérése volt, viszont gyorsan meg kellett változtatnom, hiszen ez nem volt kihívás a gépnek. Gyakorlatilag 200 FPS alá nem ment a mutató, így azt kell, hogy mondjam, az eddigi Foramax gépteszteket is beleértve ebben az árkategóriában eddig ez a legjobb statisztika. A játék az elejétől a végéig tökéletesen ment, semmi lag vagy akadás, szerintem ezt a tesztet tökéletesen végrehajtotta. Aki kompetitíven is szeretné a Fortnite-ot játszani, annak is nyugodt szívvel tudom ajánlani, aki pedig casual, nekik meg szinte adja magát ez a gép, hiszen ezekből a számokból kiindulva más, akár nagyobb teljesítményű játékok futtatására is tökéletes választás lehet. Úgyhogy fogtam magam, és egy olyan játékot vettem elő, ami híres arról, hogy gyönyörű, az pedig nem más, mint a Metro Exodus. Régebben egy gépnél, ha jól emlékszem, volt már terítéken, ott jól szerepelt a konfig a játék alatt, reméltem, hogy most sem fogod hagyni. Hát nem is tette. A játék alapvetően egy posztapokaliptikus játék, véleményem szerint az egyik legszebb, ami valaha kijött, olyan grafikai megjelenése van, amit kevés játéknál lát az ember, egyébként RTX-es játék. Szóval indítás után egyből tudtam, ezzel sem lesz gond, úgyhogy leültem, és simán gond nélkül észrevétlenül lenyomtam, vagy másfél órát a játékból. Gyönyörű kinézet, élvezetes játék, szóval a gép teljesen rendben volt. Ami feltűnt még, és esetleg nem mondtam, hogy elég halk is, nem igazán lehet hallani a ventik működését sem, amihez mondjuk hozzátesz a Strix videókártya ventije is, hiszen csak akkor pörög, ha valóban használod, netezésnél meg sem ukkan, nem fogyaszt indokolatlanul, és nem is csak zajt feleslegesen. 100 fónak is egy a vége, ezt is megugrotta, tökéletesen elégedett vagyok a gép teljesítményével, ebben az árkategóriában azt gondolom az egyik legjobb választás lehet, ha épp gép beszerzésén gondolkodsz, és nagyjából ilyen árkategóriában, akkor mindenképp fontold meg. Na, hát akkor egy kis összefoglalás így a végére. Gyakorlatilag most már ugye túl vagyunk a játékteszteken, és nagyjából beszéltünk arról, hogy mit is tartalmaz a gép, milyen FPS-sel futnak, milyen játékok. Én ugye két játékot néztem most meg, gyakorlatilag ami le is ment a videóba, az egyik a Fortnite, a másik pedig a Metro Exodus volt. Hát a Metro Exodus-szal kezdem, mert szerintem az a játék igényesebb gép, tökéletesen futott egyébként. Látszik azt, hogy ez a 1660-as videókártya, főleg Ti azért teszi a dolgát, és hát megfelelő erőssége van. Úgyhogy hát a Metro Exodus nem tudta megizzasztani, akkor eléggé vaskos gépről beszélhetünk, és azt gondolom, hogy árértékarányban szintén egy olyan gépet tudtunk most találni, ami gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon olcsó, mert nyilvánvalóan azért az a pénz, amit az ember ráfordít ezekre a számítógépekre, azért az nem kevés, viszont amit már mondtam, hogy a gamer szekcióban viszont azért ez nem egy drága számítógép, és ahhoz képest, hogy ez milyen áron van, ahhoz képest baromi jó teljesítményt tud biztosítani számotokra. Úgyhogy gémelésre ezt a gépet én mindenféleképpen ajánlom nektek, akár Fortnite-ra, akár PUBG-re, akár különböző sztori játékokra, amelyek nem mondjuk nagy grafikát igényelnek, főleg egyébként az RTX-es témákra is, mert bőven-bőven jó rá. Úgyhogy hát a Fortnite-ról meg tulajdonképpen nem kell túl sokat beszélni, elmondtam már a véleményemet, amikor ment ugye a Fortnite és próbálgattuk, meg beszélgettünk róla. Összefoglalva, ez a 200 plusz FPS, amit tudott nyújtani Epic-en, szerintem az nem rossz. Sőt, nagyon-nagyon jó, úgyhogy én azt gondolom, hogy 144 FPS-nél nem is nagyon kell több, maximum 200 a Fortnite-ra, mert egyszerűen nem használod ki. Tehát alapból ugye 144 FPS-t akkor használsz ki gyakorlatilag teljes mértékben, amikor 144 Hz-es monitorod van, azon kívül egyébként nem. Most én változom, mert nekem valamikor 60 Hz-es monitorra játszom, valamikor 144 Hz-essel, teljes mértékben változott, de érzem a különbséget, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, hogy ezekhez a gépekhez már egy 144 Hz-es monitor dukál. A RAM egyébként tökéletes, 16 GB RAM-ot tettek bele, úgyhogy nagyon-nagyon hasít. Én azt gondolom, hogy ez így, hogy van egy jó kis gép, sőt, én még azt mondom, hogy streamelésre is egyébként egy kezdőkonfignak tökéletes. Szerintem egy-két évig, egy-másfél évig azért nem lesz vele problémát, hogyha streamelni is akarsz. A játékokat elfutatja egyébként, megfelelő minőségben futtatja el. Azt gondolom, hogy annyira az erőforrás sem venné le az OBS,
Úgyhogy aki esetleg streamelésen fontolgatja és mondjuk szeretne gépet újítani, annak is ajánlom. Aki egyébként egy kicsit profiban szeretne játszani, vagy megfelelő minőségben akar játszani játékokkal, annak is szintén ajánlom. Úgyhogy skacok, összességében, hogyha pontoznom kéne ezt a gépet, így mindent összevetve én egy erős 8-ast adnék ennek a számítógépnek. Ez egyik legjobb, azt gondolom, amit eddig teszteltünk árértékarányban, úgyhogy mindenféleképpen megéri. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hogy várjátok a következő hasonló tartalmakat. Ha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy feliratkozást, és ne felejtsetek el dobni egy lájkot, és hát hamarosan találkozunk egy következő live-ban, vagy egy videóban. Én Jussi voltam, sziasztok!